Szép évek, örömök és kudarcok. Ez van minden ma élő szépkorú háta mögött. Ők a jövő alapjai, hangzott el a megyeházi rendezvényen, akik tapasztalataikkal, bölcsességükkel tudják segíteni a fiatal generációt. Azonban nem minden településen működik olyan szervezet, amely támogatná segíteni az idősek mindennapjait. Öregedő társadalomban élünk, amikor Magyarország lakó népessége több mint egyötöde az idősek közé sorolandó, és nagyon sok a magányos, egyedül élő idős ember, bár a települések nagy része próbál tenni annak érdekében, hogy a szociális törvény értelmében az alapszolgáltatásokat biztosítsa, de kevés ez a támogatás, ezért kellene a civil szervezetek létrejöttét támogatni. Újak jönnek létre, de meg is szűnnek, mert hogy sajnos nem minden civil szervezet rendelkezik tárgyeszközökkel, nincs helyiség, illetve fizetni kell bérleti díjat, csak ugye pályázati pénzből létesülhetünk, amit meg sajnos nem mindig kapunk támogatást, és ebből adódóan bizony sok civil szervezet megszűnt. A Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének sincs egyszerű dolga, idén a működésük nagy részét saját forrásból tudták biztosítani. Hozzájuk közel 3000 ember tartozik, akiknek segíteni kell a gyógyszerfeliratásban, kiváltásban vagy épp a bevásárlásban. Ezért nem csak az idősek kapcsolata fontos, hanem a generációk közötti jó viszonyt is ápolni kell. Példaként említeném Sényő nyitótelepülést, ahol a pici óvodástól kezdve az idősekig olyan emberek fogják össze a települést, ahol mindenki törődik egymással, ahol már a csoportok együtt vannak, akár kirándulni, akár a sportolás, akár a karácsony ünnepség, a közös adventi ünnepség. Tehát tényleg együtt él a település apraja, nagyja, és ha a települések nagy százaléka így élne, akkor azt gondolom, hogy sokkal könnyebb lenne az élet Magyarországon, illetve a világ más, bármelyik más országában. Valamennyi szövetséghez tartozó egyesület és klub elnöke ajándékcsomagot is kapott az Idősek Világnapja alkalmából tartott rendezvényen.